A kiégés, a kiszáradás a szívnek a szárosságából származik. Tehát, hogy a szívnek nincs gyökere, nem a szellem fele megy, nem Isten szelleme fele megy, hanem a test fele, az elmúló fele, a rothandó fele megy, akkor elkezd száradni a szív. Kimegy belőle az élet, kimegy belőle Istennek a szelleme. És egyre jobb, gyorsabban, látványosan, gyorsan elkezd az ember öregedni. Hányan akarjátok a testetekben az erőt megőrizni? És mondjuk be, szépek akarunk lenni még öregkorba is. Ennek az a nyitja, hogy a szíved állandóan kapjon öntözést a Szentlélek által. Megígéred, hogy nem engeded kiszáradni a szívedet? Igen? Akkor jegyezd meg, az élő vizeknek a kutyától nem szabad elszakítani a szívedet. Állandóan be kell tartanod, hogy az élő vizeknek a kutyából állandóan jöjjön Isten természetfölötti jelenléte, ereje, hatalma. Tehát ez az, ami az embert folyamatosan termékenyé teszi, tehát a szívnek a kiszáradását kell megakadályozni. A test akkor szárad ki, ha nem kap vizet, kiszárad, különösen látjuk, jön a meleg. Tegnap előtt egy nagyon szép zápor volt, két nap alatt az erdők, a mezők, a gyümölcsfák berobbantak. Egyszerűen egy nap alatt akkora növekedést láttam, hogy előtte csak bimbózás volt, figyeltem, hogy amikor lesz, jön a tavasz. Még a múlt héten csak bimbók voltak a gyümölcsfákon, most meg a cseresznyefák gyönyörűen néznek ki. Még a japán cseresznyefákat is kezdi szépen. Olyan hirtelen kitört. Miért? Mert a gyökerei kaptak vizet, és megszűnt a szárasság, és az élet erőt kapott, és kirobbant, ugyanígy a szíved is. Ahogy a Szentlélek rázúdul, megöntözi, újra és újra öntözés alá kerül a szellemed, és Isten igéjétől kap táplálékot, akkor állandóan megelevenedik a szíved, új életet kap, új erőt kap, és ez a lelkedet és a testedet, a csontjaidat, a kezedet, a lábadat, stb. Megmozgatja.